Ha lélektani határunkat 50 ezer forintnál húztuk meg, ami fejhallgató vásárlást illet, akkor egy nagyon jó döntést hoztunk. Ugyanis így az Audio Technica ATH S300 BT fejhallgatója még pont bele fog férni a költségvetésünkbe. A következő 5 percben pedig arról fogok regélni, hogy miért gondolom így. A fejhallgató egy teljesen újrahasznosítható csomagolásban érkezik. A papírdobozt felnyitva a fejhallgatót, két kábelt és egy hétre elegendő gyújtóst találunk majd. Az egyik kábel egy rövid USB-C töltőmadzag, a másik pedig egy jack kábel, amire még visszatérünk. Kialakítását nézve az S300 egy visszafogott, minimalista, egyenesen átlagosnak hívható megjelenéssel rendelkezik majd, megspékelve egy márványszerű gyűrűvel a fülpárna körül. Ez a könnyed, nagyrészt műanyag felépítést teszi majd lehetővé, hogy a fejhallgató mindenféle beépített jóságával csupán 258 grammot nyomjon. Ez csupán 10 grammal nehezebb a Sony híresen pehelykönnyű fejhallgatójánál. Az Audio Technica opciója pedig nem elég, hogy kevesebb, mint harmad annyiba kerül, de ugyanúgy laposra hajtatóan utazóbarát lesz a kialakítása, és az üzemidő biztosít majd arról, hogy az egész úton hallgathassátok. 90 órát fog elmenni egyetlen töltéssel, ami valljuk be egy eléggé szép eredmény, és hogyha lemerülnétek, akkor mindössze 3 perc alatt 2,5 órányi üzemidőt tudtok belepumpálni. Azért az nem semmi. Ez a 90 óra egyébként aktív zajszűrés nélkül értendő, hogyha azt bekapcsoljátok, akkor az üzemidő az 60 órára csökken, ami, ha engem kérdeztek, továbbra is egy szép eredmény, és igen, van benne zajszűrés. És nem is akármilyen, de egy hibrid aktív zajszűrést kapunk, ami MEMS mikrofonokat használ. A minősége szerintem kifejezetten jó, azonban a mértéke lehetne egy picit magasabb. Ez alatt én azt értem, hogy bár nagyon kellemesen kiszűrjék a különböző morajlásokat, mint motorzaj vagy repülőgépnek a hajtóműjének a zaja, a kisebb zajok, amiket itt hall az ember a városban, császkálás, beszélgetés és hasonlók, azok sokkal könnyebben bejutnak majd rajta. Ennél fogva pedig ez mondjuk azt, hogy kevesebbet fog szűrni, mint az agresszívabb szűréssel rendelkező fej- és fülhallgató. Ettől függetlenül kellemes, és az átengedésének meglepően jó minősége van. Ezek a mikrofonok persze eltérnek majd attól, mint amit telefonálás közben használna az ember. Azoknak ugyanis ilyen hangja van. Most ez nyilván a megszokott Bluetooth minőség, amit egy fejhallgatótól vagy tévés fülhallgatótól elvár az ember. Legalábbis addig, ameddig be nem vetem a titkos fegyverem. Ez a fejhallgatóhoz ugyanis egy olyan jack kábel jár, amiben van egy beépített mikrofon, és ennek a hangzása az jelentősen jobb lesz, mint azért, ami a fejhallgatóban be van építve, és a Bluetooth-on keresztül megy át a jele. Szóval, bár nem lesz stúdió minőségű, ezt senki nem akarja nyilván elvárni tőle, a különbség a kettő között mégis ég és föld. És a forgalom vagy, mint a jó Isten. Rátérve a hangzásra, a fejhallgató nagyon tisztán szólt, még közel max hangerőn is. A hangolása egy kicsit melegebb, értem ez alatt, hogy a basszus egy cseppet dominánsabb lesz, de ez tényleg csak egy enyhe basszus kiemelés, és továbbra is egy egészen kiegyensúlyozott hangzást kapunk, legalábbis az én hallásom alapján. Egyébként meglehetősen kényelmes a viselete még hosszabb távon is, ami nagyrészt a könnyű felépítés és a nagyon jó minőségű szivasnak köszönhető. Szóval minden további nélkül hajlandó lennék egész nap hallgatni, és az üzemidőnek köszönhetően ezt akár egy héten keresztül minden nap 12 órában tudnám csinálni. Ami egyenesen félelmetes. A fejhallgató egyébként nem érzi azt, hogyha levettétek a fejetekről, tehát ilyenkor nem áll meg a zenének a lejátszása, viszont nagyon könnyen kitapintható gombokkal dolgozunk majd, a zajszűrés gombját pedig átmozgatták a másik kupakra, hogy azt véletlenül se tudjuk megnyomni. Vezetékes módban akár teljesen lemerült állapotban is használható lesz, csak akkor kell a belelévő akkumulátort használnotok, hogyha aktív zajszűrés szeretnétek eközben, valamint természetesen ez is képes lesz a két pontos kapcsolatra, ami azt jelenti, hogy egyszerre tartva Bluetooth kapcsolatot kettő eszközzel, hogy nagyon gyorsan tudjatok váltani közöttük. Röviden ennyit kell tudnotok az Audio Technica új fejhallgatójáról, ami egyébként az Audio Centrum üzletében is megvásárolható. Ez Magyarország egyik legsokoldalúbb hangtechnikai üzlete, akik egyébként most költöznek új helyre, és ennek alkalmával a videóban látott fejhallgatóra 20% kedvezményt adnak, hogyha megadjátok vásárláskor az AT20-as kuponkódot. Amúgy is egy baromi jó ajánlat szerintem, de hogyha eddig kételkedtél, erre érdemes lecsapni. Szeretném megköszönni az Audio Technicának, hogy elküldték nekem ezt a fejhallgatót és a lehetőséget, hogy ezt bemutassam. Köszönöm nektek a figyelmet, amiben tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és hogyha szeretnétek megnézni egy másik fejhallgatós videót, akkor most kattintsatok ide mellém.
Itt a lehetőség. Gyerünk, srácok. Na, szép napot mindenkinek, legyetek jók, és sziasztok!